Köszöntöm nézőinket! A Kulturális Híradóban egy új verses kötetet mutatunk be. Egy kiállítása látogathatnak el, és részesei lehetnek egy különleges hangulatú esnek, melyet Eszenyi Enikő varázsolt a Pécsi Nemzeti Színház színpadára. Tartsanak velünk! Balladé Károly Kárpátalján él és alkot. Válogatott verseiből összeállított kötetét a Művészetek Házában tárta a közönség elé csütörtökön este. A Halott Madárral című válogatása már a második Pécsett megjelenő verses kötete. A véletlen találkozások néha nem csak a közvetlenül érintetteknek szerencsések, hiszen Balladé Károly és Szirtes Gábor találkozása már a második kötettel ajándékozza meg a verseket szerető olvasókat. A Halott Madárral egy válogatás. Az eddig megjelent 6 kötet legszebb verseiből, illetve azokból, melyek valamely oknál fogva ezekből kimaradtak. A közel 200 verset különböző ciklusokra bontja a kötet. Nagyon szeretem a szonett formát, és a klasszikus formának a nagyon modern és szokatlan tartalommal való megtöltését. Ebben van néhány kísérletem, ami a kötetben helyet kapott, illetve az utóbbi években megpróbáltam egy olyan, minek nevezem, hangnemet, versmodort kialakítani, ami valahol egy kicsikét a prózavers felé is húz, tehát ezek formabontó, rimtelen versek, ugyanakkor tartalmukban, mondani valójukban, mélységek felé, filozófiai tartalmak felé próbálnak kapaszkodni. Hát, hogy ez milyen eredménnyel sikerült, azt majd a szakma és az olvasók fogják eldönteni. Csütörtökön délután a Pécsi Galériában Császár László népíró nyitotta meg Kopasz Tamás és Szurcsik József kiállítását, melynek címe Titán folyam. Kopasz Tamás és Szurcsik József 5 év után ismét közös kiállításon mutatkoznak be a pécsi közönségnek. A két képzőművész munkásságáról átfogó képet ad a kiállítás, melyen festmények, szobrok, plasztikák szerepelnek. A papírtól a vásznon át a vasig szinte minden anyagra dolgoznak, változatos eszközökkel és technikákkal, behatárolhatatlan műfajokban. A tárlaton, mely nem nélkülözi a lírát és az érzelmeket, számos játékos alkotás kapott helyet. Az önmagukért beszélő munkák érdekessége, hogy több akad köztük, mely kimondottan e kiállító terembe, Pécsre készült. Mind a ketten készítettünk direkt erre a kiállításra műveket. Én több mint 10 munkát kimondottan erre a kiállításra készítettem a nagyobb méretű képekből, a kisebbek pedig az utóbbi egy évből válogatott munkáim, és egészen tudományos mértani módszerekkel és persze kompozíciós eszközökkel kitaláltuk ide ezt a kiállítást. A sorozatokat szoktam csinálni, itt is látható a szobrokban. Az egyik a befejezetlen sorozat. Félig meddig nem tudtam, hogy milyen címet adjak, valószínűleg még készül egy pár, most 9 darab van kész. Szerintem ez hozzátartozik a drámaisághoz, pontosan ez a fajta játékosság. Hogyha valaki mondjuk annyira ismeri az anyagot, nem mint hogyha most azt mondanám, hogy én annyira ismerem, de végülis valamennyire véletlen is hozzásegített ahhoz, hogy számomra is, és lehet, hogy más számmal is teljesen másképp közelítettem ez a problémához, tehát hogy vassal dolgozom. Igazából nem történik váltás, csak valamiféle más eszközzel fejezik ki magát az ember. Buenos Airesből hazatérve az országos turné 6. állomásaként Pécset mutatta be Combok Csókja című produkcióját Eszenyi Enikő és alkalmi társulata. A színházi est gerincét a közelmúltban megjelent E-tangó című lemezéről elhangzó dalok adták. Eszenyi Enikő, ha a showról kérdezik, akkor ezt elhárítja azzal, hogy ő csak egy egyszerű, de azért persze nagyszerű estet szeretne. Hát sikerült. Eszenyi megérkezett, mesélt, énekelt, táncolt, nem is akárhogyan. S hogy miért pont tangót? Egy roki vagy egy mambo, az nem fejez ki ennyi mindent. Mert az csodálatos táncok, tehát ez most nem akarom az ő, nehogy azt higgyék, hogy azokat nem szeretem, csak abban nincs ennyi minden. A klasszikus táncokban is, mint például a keringőnél, a nő követi a partnerét. S bár Eszenyi határozott, karakteres nő, azt mondja, a nőnek is jobb, ha vezetik, tudja, merre kell mennie. Én sem vagyok különb a többi nőnél,
és hát én is szeretem, ha férfiak irányítanak. Az est létrehozásában Eszenyi Enikő segítőtársai voltak Comba Imre, harmonikás, és Nagy Ervin színész. A produkciót Böhm György rendezte. A turné a UPC telekommunikációs társaság támogatásával jöhetett létre. Kedves nézőink, a Figyelőben kulturális és művészeti programokat ajánlunk Önöknek a hétvégére. Tartalmas időtöltést kívánunk ezekhez, hogyha találnak benne olyat, amit szívesen megnéznének. Köszönöm egészheti figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra! A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.